Visegrádi Jazz Group egy projektzenekar. Erre az évre nyertek el pályázati forrást a Nemzetközi Visegrád Alaptól. A zenekar tagjai az egyes visegrádi országok kimagasló művészei, repertoárjuk a tagok szerzeményeiből állt össze. Riportalanyunk a pécsi származású Bágyi Balázs avat be a nem mindennapi projektbe. Ez egy projektzenekar, erre az évre nyertünk el pályázati forrást a Nemzetközi Visegrád Alaptól, és van egy lengyel ügynökség, a Jazz Popolszku, aki megpályázta ezt, és életre hívta ezt a zenekart, illetve ezt az ötletet bedobta, és aztán ez támogatást nyert. 4 turnét valósítunk meg az egyes országokban. Februárban voltunk Csehországban, májusban Szlovákiában, és most a napokban zajlik a magyarországi turnérész. Ennek keretében tegnap voltunk Budapesten az Opus Jazz Clubban, most itt vagyunk Pécset, aztán Székesfehérvár és Visegrád következik, és még novemberben hátra van majd a lengyel rész is. A programjuk célja részben a visegrádi országok zenészei közötti művészeti együttműködés elősegítése, részben pedig az volt, hogy az amerikai jazztől eltérően olyat hozzanak létre, ami regionális, beletehetik azokat a hatásokat, tradíciókat, ami rájuk a visegrádi országokban jellemző, tette hozzá Bágyi Balázs dobos. Szlovákiából van a szaxofonosunk Radovan Tariska, Rafał Sárnecki Lengyelországból való, Tomás Baros pedig prágai jazzbőgős. Mindannyian nemzetközi térben mozgunk, és nagyon sokféle kollaborációt valósítunk meg, de számunkra is ez egy különleges együttműködés, meg egy jó csapat úgy a privát életben is. A jazz az egy réteg zene, mindig is az volt, és ahhoz, hogy a magas művészeti minőséget tartsa, az is marad, Bágyi Balázs szerint. Aki erre a pályára lép, az nagyon rögös útra lép, nagy fokú elszántság kell hozzá, és nem árt, ha van egy B-terv, mert azért ebből nagyon nehéz megélni, de én azt gondolom, hogy a jazz ugye úgy unblock megy előre Magyarországon. Ez köszönhető mondjuk a Magyar Jazz Szövetség tevékenységének is, hogy egyáltalán a médiában több szó esik most a jazzről, és az oktatásunknak. Hát most már a kialakultan 3 szinten, alapközép és felsőfokon is van komoly jazzképzés, sőt, hogy ugye haza beszéljek, a Szabó Dani barátom, hogy megcsinálta itt Pécset a jazz tanszakot, úgyhogy most itt a Pécset a művészeti karon is van már jazzképzés, legalábbis elindult, úgyhogy mindenkinek megvan rá lehetősége, hogy képezze magát és minél jobb zenésszé váljon. Nem fogunk jazz standardeket játszani, hanem úgy alakul a repertoár, hogy mindannyian zeneszerzők is vagyunk, és mindenki szállít be kompozíciókat a zenekarba, és ezekből csemegézünk. Nem minden este egyforma, de van egy törzsanyag, amiből válogatni szoktunk. Az International Visegrád Fund, a nemzetközi szervezet által támogatott projekt egy regionális sztárcsapatot takar. Magyarország volt a 3. ország, ahol felléptek a projekt során. A Metrom Jazz Club által szervezett koncertnek a Zsolnai Kulturális Negyed E78-as terme adott otthont. Zene